értelmi az ők is, és meg tudják is egyébként. Itt van az állami számbeköztség, irodaház előtt, ahol a legalapjában a demokratikusáció és ismételten kérem arra, hogy bocsássa a rendelkezésünkre azon dokumentumokat, adatokat, számításokat, amik alapján különböző megállapításokat fogalmaztak meg a jelentés tervezetükben, ami alapján közel 20 millió forintra akarják az együttet büntetni. Ugye itt különös tekintettel három tételre lennénk kíváncsiak, amikre egyszerűen nincsen válasz, és nincsen a jelentés tervezetben semmi utalás arra, hogy mi alapján tették ezen megállapításokat. Például, hogy alacsonyabb áron bérlünk egy irodát a piaci árnál. Arra kérem Domokos László elnök urat, ami szerintem nem egy irreális és nem egy óriás kérés, hogy nevezze már meg, hogy melyik irodáról beszélünk. A jelentéstervezetből nem derül ki még az sem, hogy melyik irodának a bérleti díját sokalják, nem, hogy egyébként egy számítást kaptunk volna mellé, hogy egyébként azon a környéken, a nem tudjuk melyik iroda környékén, a nem tudjuk milyen piaci árat számítják ki. Tehát kérem, hogy nevezzem meg azt, hogy melyik irodánkról beszélünk, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat, ami alapján megállapították, hogy olcsóban bérjük a piaci árnál az ingatlan, rendelkezésemre bocsássa, de minimum iratbetekintésre engedjen be az épületbe, hogy láthassam, hogy mi volt a számítás alapja. A másik ilyen releváns kérdés, aminél hát tényleg fontos tudnunk, hogy mi lesz a válasza. Van egy olyan megfogalmazott állításuk, miszerint mi rossz helyre könyveltünk egy tételt, mert egy pártunk tagja támogatását tagdíjnak, vagy tagdíjat pár támogatásként könyveltünk el. Itt a lényegi állítás az az, hogy nem tudjuk, hogy az állami számvevőszéknek honnan van információ a tekintetben, hogy mely személy, mely párt tagja, vagy nem tagja. Tehát kérjük azt, hogy Domokos László nevezze meg már pontosan azt a tételt, túl azon, hogy 60 ezer forintról beszélünk, hogy mely tétel az a hosszú-hosszú költségvetésünkben, amelyet kifogásol, mely személy neve kötődik ehhez, és róla hogyan állapították meg, hogy az együttnek tagja, vagy nem tagja. Tehát ha keményebben fogalmaznék, azt mondanám, hogy követeljük, hogy mutassa meg, hiszen itt egy bűncselekmény gyanúja merül fel, ha ők ezeket kezelik valamilyen módon ezeket az adatokat, akkor különösen védett személyes adat visszaélését követik el, ami hát minimum kétségeket vesz fel az állami számvőszék törvényes működésében kapcsolatban. Van egy harmadik hasonló tétel, ugyanis azt is elmondták, hogy vannak olyan támogatások, amiket még külföldi állampolgároktól kaptunk, ahol megint felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mely tételről beszélnek, és hogy honnan állapították meg bármely szeméről, aki utalt nekünk, hogy ő külföldi, vagy magyar állampolgár. Tehát ugye Tóth István az élhet akár nem magyar állampolgárként Ausztráliában, mint ahogy John Smith élhet Magyarországon magyar állampolgárként. Tehát egy névből nyilván nem lehet ilyet megállapítani, hogyha ők egy ilyen megállapítást tudnak tenni, akkor valamilyen dokumentummal kell, hogy rendelkezzenek e tekintetben, és mi szeretnénk megnézni ezeket, hiszen ezen állításokra, ezen adatokra alapozva 19 millió forintnyi büntetés szándékoznak kiszabni ránk. Meg meggyőződésünk, hogy amíg nem látjuk ezeket az anyagokat, addig nem biztosított a jogunk, hogy bármilyen észrevételt tehessünk, hiszen nem tudjuk az alapinformációkat. Mondom, ennek a legrelevánsabb példája talán tényleg az, hogy nem tudjuk, melyik irodáról van szó, amikor azt mondják, hogy túl kevésért béreljük, tehát hogy legalább azt nevezzék meg, hogy mi a címe annak az irodának. Hogy addig, amíg ezeket nem teszik meg, addig mi fenntartjuk a jogot magunknak, hogy további véleményezési lehetőségünk legyen, és azaz ne hozzon végleges döntést, amíg nem ismertük meg ezeket az adatokat, és nem tudtunk újabb véleményeket és bevételket megfogalmazni ezeknek tudtával, ezeknek szükségben. Ezt a levelet próbálom meg most bevinni majd ide az állami számvevőszéken, de előtte válaszol kérdésekre, hogyha valakinek van. Kommentben is várjuk a kérdéseket, és ott valami ilyen. Más nem van kérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy a MSZP Bangoré személyében jelöltetik ki Csete lennének szület, illetve az egyik jelöltként ellenében. Igen, én azt gondolom, hogy ezzel az MSZP gyakorlatilag vagy azt mondja, hogy feladta a választásokat, vagy pedig az, hogy fontosabbnak tartja egy másik ellenzéki párt provokálását, vagy akár kiszorítását a parlamentből, mint az ellenzék sikerét a választásokon. Az ellenzék sikerének kulcsa ugyanis nem más, mint hogy az egyéni választókerületekben a legesélyesebb ellenzéki jelölt egyedül induljon a Fidesz jelöltjével szemben. Szabó Szabolcs Csepelen 2014-ben is megverte már Németh Szilárdot. Most a Püspök Ladányból idehoznak egy ejtőernyős MSZP-s politikust, mert a csepeli MSZP szervezet, tudják a csepeliek, hogy vállalhatatlan, hiszen ott bűncselekmények garmadáját derítették fel az előző években. Ezért idehoznak Püspök Ladányból valakit, hogy ellehetetlenítsék Szabó Szabolcs munkáját. Én azt gondolom, hogy ez a vállalhatatlan kategória az MSZP részéről, de ha már itt vagyunk az 5. kerületben, valaki ismeri-e
Kovács Alex nevét, aki az MSZP helyi jelöltje, ugye őt velem szemben állítanák, itt nem tudom, engem azt hiszem, hogy vagy nem lehetett hallani arról, hogy dolgozom. Kovács Alex nevére, ha rákeresnek, akkor egy helyen merül fel a neve, hogy ő ugye önkormányzati képviselő volt az 5. kerületben, amikor a Rogán lakásügyek mentek, együtt kapcsán merül fel a neve, hogy ő is kapott lakást. Felderített volna ilyet onnan kapcsán, nem. De hogy azért neveznek meg ide is egy jelöltet, hogy az én indulásomat a megnehezítsége el lehet. Sorolhatnám Baranyi Krisztát a 9. kerületben, Lővei Csabát Nyíregyházán. Tehát ezek, én azt gondolom, hogy provokációk, én bízom benne, hogy megjön az MSZP esze, és hajlandó lesz koordinálni. Én innen szeretném mindenkinek a tudomására hozni, hogy együtt szeretne és nyitott arra, hogy 106 helyen koordináljon mind az MSZP-vel, mind a DK-val, mert azt a hamisztát, hogy ott az MSZP, hogy mi már szeretnénk. Nem. Az együtt 106 helyen szeretne koordinálni. Az együtt hajlandó támogatni más pártok jelöltjeit, hogyha azok alkalmasabbak, jobbak, esélyesebbek más körzetekben. Elvárja ugyanezt az együtt ajpolitikusai helyén, ahol meg mi vagyunk esélyesebbek. Szeretnénk tárgyalni az MSZP-vel. Nem volt még olyan tárgyalás, hogy én MSZP-s politikussal szemben ülve körzetekről beszéltünk volna. Ezek tények, ezeket ezért szerettem volna ilyen határozottan kijelenteni, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy minden más állítás hamis. Köszönöm. Ha van más ügyben, mert ezt szerintem kimerítően, igen. Mészáros Hotel megy híradó. Igen. Üdvözlöm, mert nagyon ritkán találkozom. Én is. Igen. Sajtóhírek szerint napok óta hazudozik a Hódmezővásárhelyen, hogy a polgármesteri választásokon támogatott Márkizai Péter, akik mögé önök is felsorakoztak. Ugyanis a jelölt használik, hogy miután bejelentette az indulását, az utcájába a kamerákat telepítettek azért, hogy megfigyeljék. Csak hogy a nyilvános közbeszerzési papírok szerint pedig már közel egy éve döntöttek a kamerákkal az egész városban. Az utazások ellenére is kiállnak mellette, illetve felsorakoznak mögé, mit mondanak? Hát én szóvállom ugye bárkivel, aki egyébként hazugságokat terjeszt, az önök csatornájával szemben nekem számos polgári peres eljárás van folyamban, éppen a múlt héten zajlott ez. Értem, hogy ez speciál nem önök terjesztik, nekem úgy tűnik, hogy azért akar erről egy felvétel csinálni, hogy valamit terjesztem. Én arra nem tudok válaszolni, hogy mikor zajlott egy közbeszerzés, arra tudok válaszolni, ami nyilvánosság megjelent, hogy most szerelték fel ezeket a kamerákat, és éppen arra a helyre. Hogy ennek mi a háttere, ezt nyilván a helyiek tudják jobban, viszont helyben lesz a választás, ez a jó hírem, úgyhogy amit eldöntik, hogy kinek hisznek. Akkor önök szerint nem hazudik Márkizai Péter, és igen támogatják. Én erre nem tudok válaszolni önnek. Akkor nem látható, hogy beszélgőszéget, vagy nem keresett, még erre rámelődjük, a papírokból is látjuk azt, hogy melyik utcában miért telepítettek a cukkisel, illetve jelölt utcajon is azért telepítettek a kamerákat, mert ugye egyre nagyon forgalmas közbizatosan található. Tudod várni, hogy napok óta a tényleg. Igen, lehet, hogy önnek meglepő, hogy egy pártelnök nem olvassa a Hódmezővásárhelyi közbeszerzések kamera rovatát, de tájékoztatom, hogy így van, nem olvastam a Hódmezővásárhelyi kamerabeszerzésekről szóló közbeszerzési értesítőt. Pont ezt akartam mondani én is, hogy szerintem nem ez a lényeg, hogyha ne haragudjon, tehát tényleg ne minősítsünk valakit, akiről most ön egy állítást foglalmaz, ami az ellenkezőjét állítja, mert ha jól tudom, egy kiegyensúlyozott médiumot szolgál, 100 milliárd forintból én és a kollégák tartjuk fönn ezt a médiumot. Tehát én annyit kérem, hogy ne minősítsünk másokat, nem biztos, hogy valós tények alapján. Egy biztos, kamerát szereltek föl egy olyan ellenzéki politikus házához, aki indul a választásokban. Nem az a kérdés, hogy mikor és kik döntöttek erről mennyi pénzért, hanem hogy mit kezdenek az ott felgyűlő adatokkal, hogy valóban megfigyelik-e, nézik-e azt, hogy kik mennek oda éppen hozzá tárgyalni, vagy mely támogatóival, vagy nem tudom, kollégáival beszélget. Ez a kérdés ebben az ügyben, nem az, hogy egyébként a közbeszerzési értesítő mely rovatában szerepelt a beszerzés. Köszönöm. Igazából ez bizonyos esetben lényegtelen, mert hogy így tűnik, az együttről biztosan állítottam ezt, hogy jobbtalanok azok a büntetések, amiket kitap. A Jobbik esetében ez nem feltétlenül így van, az együtt esetében és más pártok esetében én úgy tudom, hogy szintén jogszerűnek a megállapítások. Nem véletlenül ma hoztuk el ezt a levelet, hiszen tegnap azt mondták, hogy minél előbb le szeretnénk zárni az ügyeket, mi pedig azt gondoljuk, hogy érdekünk, hogy minél előbb zárják le, de anélkül, hogy megismerjük ezen információkat, nem lehet lezárni, hiszen nem tudunk védekezni azok ellen, nem tudjuk.
amerikai adatok, most nem mondom fel újra, hogy mely adatokra kellene egyáltalán reagálni. Abban van némi tévedés ellenzéki oldalon, akik azt kommunikálják, hogy nem fizetik be majd ezeket a büntetéseket. Itt azért azt kell látni, hogy inkasszóval a számláról fogja levonni a NAV, tehát hogy nem fizetik be, hanem megérkezik egy bármely pártámogatás a számlájukra, és azonnal inkasszóval levonják a számlájukról. Hogy ez nehogy Isten mondjuk a kampány költségek terhére menne, akkor még külön büntetést fognak arra is kapni, hogy a kampány költések pénzeiből vonták le inkasszóval, tehát nem tudnak azzal az összeggel elszámolni, és még arra is büntetést kapnak. Tehát mi azt gondoljuk, nem ez a jó út. A jó út az, hogy hát egyrészt ugye tartalmában folyamatosan kifogásolni kell, ha van kifogásolandó rész, illetve jogilag az együtt minden megtett annak érdekében, hogy megállítsa ezt a folyamatot. Köszönjük. Igen, ha nincs további kérdés, akkor... Szépen, akkor bevittem már az eredetet. Megvárjam, amíg megvárom. Addig nagyon közben osszátok meg itt a kollega, ezt csinálja a szemével, hogy bevegyek. Átvételi irodáig jutottam, úgyhogy várjuk Domokos úr válaszát, de ahogy mondtam, én elképzelhetőnek tartom, hogy anélkül, hogy erre válaszokat kapnánk, betekinthetnénk a dokumentumokba, anélkül bármilyen releváns megállapodást tehetnének, hiszen a védekezés lehetőségét nem biztosítják. Úgyhogy ha kell, akkor én azt írtam ebben a levélben, és bármikor személyesen bejövök, hogy betekinthetsek legalább az iratokba, hanem is hozzáadják a rendelkezésünkre. Köszönöm szépen nagyon, viszontlátásra!